Hello, hello! Péntek reggel van, 7:30, indulok dolgozni. Képzeljétek, utoljára 2 hete voltam dolgozni, meg egyáltalán lent friss levegőn, tegnap voltam először lent 2 hét óta. Sajnos bár ne jöttem volna, vagy bár ne kellett volna lejönnöm tegnap, ugyanis összevesztem a rendőrséggel, csak annyira jöttem le 2 hét után, hogy gyorsan összebasszak a rendőrséggel. Na de hogy mi volt, azt elmesélem, hogyha kiértem a városból, mert ezzel a telefonnal nehéz így vezetni és filmezni is, úgyhogy mindjárt jövök. Na, itt vagyok. Szóval tegnap az történt, hogy az asszony elindult reggel dolgozni, én ugye otthon maradtam. Aztán kb. Olyan 15 perc múlva hívott a telefonon, hogy hát baj van, mert a garázsunk elé parkolt egy kocsi. Azt tudni kell, hogy mindig oda parkol mindenki, mert itt van egy bölcsőde, egy óvoda környéken, és állandóan oda parkolnak, de mindegy. És hogy ő tolatott lefelé a garázs elől, a puntóval, aztán beleakadt a visszapillantója ebbe a kocsiba, a kocsit meghúzta, úgyhogy baj van. Kérdeztem, hogy mi van, mondta, hogy a faszika, az mondta, hogy fizessünk meg, nem tudom mi, én meg mondtam, hogy várjon, meg lemegyek. Na, le is mentem. Hát, azt tudni kell rólam, hogy nagyon hirtelen természetű vagyok, meg kibaszott csúnyán tudok beszélni, hogyha mérges vagyok. Hát egyből nekiugrottam ennek a parasznak, hogy mi a picsát parkol ott. Nem lehet várakozni más ingatlan bejárata előtt. Erre elkezdte, hogy szerinte lehet, ott áll meg, ahol akar. Na, én jól lekurva anyáztam, nekiugrottam majdnem, de nagyon kicsi híje volt, hogy nem testi sértés lett ebből az egészből. Közben ugye ők is megijedtek, kihívták a rendőrséget. Kijött a rendőrség, mondtam, hogy vagyis, hogy az asszony is mondta, hogy hát ő elismeri, hogy ő volt a hibás, mert ő tolatott, de akkor is szeretnénk kérni intézkedést, szabálysértését ezzel a faszival szemben is, mert a Kressz szerint nem várakozhat ingatlan bejárata előtt az érintett hozzájárulása nélkül. Erre a rendőr néz, mint a hülye, azt mondja, miért ne várakozhatna itt. Hát mondom, azért, mert benne van a Kresszben. Mert tiltja itt valamilyen tábla, hogy itt álljon. Hát mondom, ne véskedjen, már benne van a Kresszben. Mondom, meg kell keresni. Erre azt mondja, hogy ne oktassam én őt ki, mivel hogy ő már 10 éve közlekedési rendőr, és ezt csinálja. Úgyhogy kussoljak, hát nagyjából. Ilyen fölényesen, és nem kérő ki oktatást. Mondom, nem oktatom ki, de hogyha mondom, nem ismeri a Kressznek a előírásait, mondom, akkor jobb, hogyha megnézi. És mondtam megint, hogy már pedig ingatlan bejárat előtt várakozni nem lehet. Na, még mondták a magukét, a másik rendőr is nekem támadt, egyből az adataimat, van-e igazolványom, minden ilyesmi, mondtam, hogy nincs igazolványom, meg nem is megyek fel érte. Mondom, nem fogok lépcsőzni, mondom, 160 kilóval fölöslegesen. Na, elmentek utána, hogy ők elvonulnak ellenőrizni papírt, de a faszba az meg előszedték a kisokos könyvüket, a kibaszott, nagyon találékony és nagyon okos rendőrök, akik 10 éve rendőrök, és Zolinak igaza van, rohadjon meg, mint bazd meg. Na jó, az ismerőseiteknek. Na, erre visszatérnek egyszer, és mondja, hogy na látja, majd én is most akkor kioktatást tartok magának, mert úgy látom, hogy rám fér. Mondom, szerintem nem fér rám, mert én tisztában vagyok vele. Felolvasta ugyanazt a szövegrészt, amit én neki mondtam, ezt az ingatlan előtt, és azt mondja, itt jön a lényeg, hogy az, a faszi az nem várakozott, hanem megállt. Megállni megszabad. Mondom, nem. Felolvasta a megállás fogalmát, a megállás az az, a ki- és beszállás idejére történő megállást jelenti, illetőleg ha
a sofőr benne marad a kocsiba, mint ahogy itt is történt, akkor maximum 5 perc állásig számít megállásnak. És kérdezem, mondom, ezt hogy döntöttél, amikor meg se kérdezte, mondom, a faszit, hogy hány perce áll itt. Erre megkérdezi, ugye, hogy 5 perc alatt állt itt. Faszi, meg csak húzogta vele. Hát mondom, nem, mert mondom, egy gyereket bevinni, mondom, az legalább 10-15 perc, mert nem is közvetlenül ott van a garázsnál, ez a bölcsőde meg minden, meg tudom mennyi bevinni egy gyereket, vittem én is elát. Hát ezzel tovább nem foglalkoztak, egy a lényeg, én mondtam nekik, hogy már pedig én ezt kifogásolom, azt mondta, hogy én azt megtehetem, de nem mondjam meg nekik, hogy mit csináljak, de én nem mondom meg, viszont panaszt azt benyújthatok, azt mondta, azt benyújthatok, az az én szívem joga. Úgyhogy most az is van, hogy basszus, még beteg vagyok, hogy megnéztem a interneten, hogy van egy panasztestület, oda e-mailbe is lehet fordulni, de csak az asszony fordulhat, mert ő került intézkedés alá. Na, egy a lényeg, hogy ma megírjuk a panaszt, és asszony nevébe beadom. Bár ő tiltakozik, mert ő nem ilyen harcias, én meg ilyen vagyok, le van szarva. Na, van két érdekes dolog azért, még az egyik, hogy ugye mondtam a múltkor az asszonynak, hogy sok ez az 5-5 és fél liter, amit fogyaszt a Punto. Valahogy mondom, faragni kellene lejjebb ezen. Hát az asszonynak, hogy ilyen jó ötletet támadjon, hogy letöri a tükröt róla, és ezzel kisebb lesz a légellenállás. Hát én ilyen jó ötletet, mert rég nem láttam tőle. Ez csak kis befektetésbe került, gyakorlatilag 11 ezerért rendeltem hozzá tükröt. Az jövő hét kedre megjön, kicserélem, illetve 10 ezer forint helyszíni bírságot kapott, emiatt, hogy neki ment a másik kocsinak. Na hát, de még ami érdekes, ugye az asszonyba sose bíz meg, megy az eljárás, én összevesztem 6-szor a rendőrökkel, mondom a magamét, erre azt kérdezi a rendőr az asszonytól, hogy Edith, de mikor volt utoljára orvosi vizsgálaton? Hát azt mondja Edith, már régen. Azt mondja, igen, elég régen, mivel hogy februárban lejárt a jogsia. Na, bázd meg, mondom, mondhatom én itt a magamét, erre még ez is. Na, úgyhogy azt gondolom, hogy az a 10 ezer forint, ami büntit kapott, az szerintem az nem nagy kibaszás, mert egy ilyen jogsis dologért is csak 30-at is szoktak adni. Nem, hogy még ugye csinálta ezt a kis esetet. Úgyhogy érdekes volt ez a tegnapi nap. Na, most meg mennyi az idő? Na, Joci, most nem fogok elkésni, és nem is mentem gyorsan. Majd, ha most lefordulunk, akkor lehet, hogy kicsit belehúzunk, hogy azért fel tudjak készülni, mert rendel, reggel most lesz egy kis összeröffenés, amire meg kell érkeznem. Na. Akkor szerintem én elköszönök, majd még jelentkezek, de ez nagyon felhúzott, ezt el akartam mondani nektek, ezt a hülyeséget, hogy ekkora köcsög rendőrök legyenek tényleg, hogy nincsenek tisztában a jogszabályokkal. Hát el tudom képzelni, hogy mikor verték az embereket ott 2006-ban, hogy mit műveltek, az embernek igazából ez is rosszul esik, hogy ennyire nem foglalkoznak tényleg a dolgokkal. Hihetetlen. Míg ott helyszíneltek egyébként, meg 68-an ott parkoltak tilosba, azt is mutattam, azt nem érdekli őket, most ők ezért jöttek, nyomokat rögzítsenek meg minden. Na jó, befejezem, mert most már jönnek a nagy kanyarok, úgyhogy sziasztok! Pá, 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 pá!